Hajdú Szoboszló adott otthont a jegyzői közigazgatási konferenciának. A rendezvény során többek között ismertették a választásokkal kapcsolatos aktualitásokat. A rendezvény Tóth János elnök nyitotta meg. Harmadik alkalommal vagyunk már Hajdú Szoboszlón, és úgy gondolom, hogy ahogy körbenézek, a többség azért az elnök nézőben is itt volt. Sőt, a többség főleg itt az első sorban. 26. alkalommal kerül megrendezésre a konferencia, melyek lesznek az idei konferencia legégetőbb napirendi pontjai. Valóban 23. alkalommal, illetve 26. alkalommal és 3. alkalommal Hajdú Szoboszlón rendezzük meg a konferenciát. Nyilván a napi önkormányzati hivatalai feladatokat érintő kérdések azok, amelyeket leginkább napirendre tűztünk, így az ASP, a GDPR, választások, választással összefüggő bíráskodás, egyéb olyan jogalkotástól a jogalkalmazásig lévő feladatok, amelyeket azt gondolom, hogy a napi munkájukban a kollégák használnak. Hogyan látja az önkormányzatok helyzetét, hatáskörét, függetlenségét, illetve tűrőképességét? Hát nyilván azt tudom mondani, hogy az önkormányzatok függetlensége az a választópolgároktól függ. Tehát a választópolgároktól függünk, függenek a hivatalok is végső soron, hiszen a testület hozza létre hivatalát, illetve hivatalaikat. Az önkormányzatok jelenleg én azt gondolom, hogy már készülnek az egy év múlva sorra kerülő választásokra, legalábbis többségében, és ez nagyon helyes, hiszen egy 5 éves ciklus az, amit egy év múlva le fogunk tudni, és egy olyan időszakot tudunk magunk mögé, ami valóban egy picit hosszabb volt az eddigiektől, hiszen ugye korábban 4 éves ciklusokban dolgoztunk, és egy picit nagyobb lehetőséget, nagyobb szabadságot adott, nagyobb teret az önkormányzatoknak. Hogyan látja az önkormányzat jegyzőinek a hatáskörét, mennyire függnek ők a mindenkori kormánytól? Hát nyilvánvaló, hogy a parlament alkotja a legfontosabb szabályokat, az alaptörvényt, a törvényeket, azt követően, hogy a kormány, és hát ez nem kérdés, hogy a jegyzők és a jegyző kollégák végrehajtják azt, amit a parlament, illetve a kormány és tervei eldöntenek. Én azt gondolom, hogy ebben eddig se volt kérdése. Mi nyilván szívesen segítünk szakmailag véleményezni egyes szabályokat. Hála Istennek az utóbbi 3-4 évben mi kapjuk ezeket a jogszabályokat, a módosításokat véleményezésre. Az azt megelőző időszakra azért nem tudok megbeszélni, hiszen másak voltak a vezetők, hiszen elődeim tudhatnak erről többet. Én az utóbbi 3 évben csinálom ezt a feladatot, végigzem a feladatomat, és valóban kapjuk a lehetőséget, tudunk a módosításokról. Igaz, hogy néha gyorsan kell dolgozni, tehát viszonylag rövid a határidő, de szívesen tesszük. A 4 napos konferencián az önkormányzatok minden szakterületét érintő előadók ismertették az aktuális tudnivalókat. A rendezvényen részt vett dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke, aki ismertette a jövő évi választásokkal kapcsolatos változásokat.